Ez itt a Veol Podcast pódium. Őszinte beszélgetések, melyek elgondolkodtatnak, példát mutatnak, vagy csak felhőtlenül kikapcsolnak. A mikrofonnál Komaricki Zoltán. Az év színész elismerés odaítélésére indított olvasói szavazást a közelmúltban a Veszprém vármegyei naplót kiadó MediaVerse. Az öt jelöltre mintegy 2000 szavazat érkezett, ebből 562-t a nyertes Szelle Dávidra, a veszprémi Pannonváz Színház színészére, rendezőjére, koreográfusára adták le a voksolásban résztvevők. A műsor vendége Szelle Dávid. Köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az interjúra. Köszöntelek én is, és köszöntöm a hallgatókat. Nem ismeretlen érzés számodra a közönség elismerése és szeretete. Számon tartod, hogy hány hasonló szavazást nyertél meg eddig? Közönség szavazást, hát amit a Pannonváz Színház szokott minden évad végén hirdetni, abból, ha jól számolom, akkor az ideivel együtt már a negyedik közönségdíjat tudhatom magaménak, illetve most ugye a MediaWorks által indított közönségszavazást is sikerült megnyernem, amin megmondom őszintén, én nagyon meglepődtem. Pedig hozzászokhattál volna ezekhez a díjakhoz. Igen, csak ez a MediaWorks szavazás, úgy gondolom, hogy ez egy kicsit tágabb. Maradjunk abban, hogy többen olvassák a naplót meg a veol.hu-t, mint hányan beférnek a hangvillába. Igen. Ez valóban így van. És azért azt azért muszáj megemlítenem, ugye, hogy városunk két színháza, a Pannonváz Színház és a Veszprém Petőfi Színház is ugye nevezett jelölteket erre a szavazásra, és én tényleg megmondom őszintén, hogy Mold Györgyi mellett voltam például jelölve, Körösi Csaba mellett voltam például jelölve. Legendás, akik hogyne azért Veszprém legendás színészei, és iszonyú jól esett ennek ellenére a végeredmény, hogy én lettem ebből a nagyon hülye szóval élve versenyből kihozva győztesen. Említjük meg, hogy két színházat mondtál, nehogy valaki azt higgye, hogy nem tudjuk, hogy három színház van, mert néha elfelejtik az emberek Kabócát. Egyébként a Kabócát, de akkor innen nem érkezett jelent ezek szerint. Nem. Ezért nem említetted akkor Igen. ezt a nevet. Hát volt egy legjobb rendezésdíj is, Bing. Igen. Szállás Párizsban. Így van. 18-19-es évad, ha jól emlékszem. Hát 19-es adszolnék itt most, én nem jegyeztem fel, de akkoriban... Azt hiszem, hogy igen, 18-19-es évad volt. Igen, és megmondom őszintén, az azért volt meglepő, hogy mert ugye a Pannonváz Színház minden évadban nem csak ugye legjobb színész szavazást is csinál, hanem hogy melyik volt a legjobb darab, a közönség által legjobban kedvelt darab. És ezt általában mindig egy zenés darab húzza be, mindig egy zenés darab viszi el a prímet az évadban, és azért volt számomra meglepő, hogy a Boeing Leszállás Párizsban ez egy teljesen prózai darab, egy hihetetlenül nevettető vígjáték. Nagyon szórakoztató. Guinness rekordok könyvébe is bekerült, ha jól tudom, mint a legtöbbet játszott vígjáték, és az, hogy abban az évadban ez volt a közönség által a legjobbnak tartott darab, hát azt én egy óriási elismerésnek tartottam, hiszen az az én rendezésemben került ugye a színpadra. Mint kiderült, jutalomrendezés. Igen. Bár ezt általában idős embereknek szokták mondani. És akkor még van egy panompája díjad is. Így ezt is van. Így körül a hallgatók kedvéért. Ezt azt hiszem, hogy pont a születésnapom volt, és akkor játszott. 33. És akkor játszottunk egy Pál utcai fiúkat a Hangvillában, és akkor az előadás végén Vándor Félászló feljött a színpadra, és ő úgy gondolta, hogy a színházban töltött éveim és az alázatos munkám az már megkíván egy olyan díjat, amit kvázi Vándor Félászló alapított, és ezzel is elismerte az én munkásságomat, az eddigi munkásságomat, azt, amit én a Pannonváz Színházban 2005 óta csinálok. Kicsit már súroltad, de azért fejtsük ki, hogy mennyire fontosak számodra ezek az elismerések meg díjak. Én sosem az elismerésekért és a díjakért csinálom ezt a szakmát. Tehát amikor én nekiállok egy munkának, nekiállok egy produkciónak, akkor sosem az lebeg a szemem előtt, hogy na, erre majd biztos valami díjat fogok kapni. Viszont természetesen
jól esik, és egy nagyon erős visszaigazolás, akár a közönség részéről, akár pedig mondjuk a mesterem részéről, mert Vándorfi Lászlót én a mesteremnek tartom, az, hogy ennyire elismeri az én munkámat, illetve az is, hogy a közönség ennyire elismeri a munkámat. Sokan szokták kérdezni, hogy ebben mi lehet a titok, hogy engem a közönség ennyire szeret. És igazából én mondjuk nem vagyok az a fajta ember, aki csupa jót tud mindig mondani magáról, sőt, én a mai napig szoktam küzdeni egy ilyen elégedetlenséggel önmagam felé, hogy mindig jobbat és jobbat akarok, de azt gondolom, hogy ami nagyon jellemző rám, és amit be is ismerek, és elismerem, az, hogy én rettentő alázattal tudok dolgozni a színpadon mindenki felé, akár a nézők felé, akár a produkció felé, a kollégák felé, a rendezők felé, a koreográfus felé, bárki felé. És ennek szerintem hatalmas ereje van. Ennek ereje van. 11 évesen láthattak először a nézők a színpadon. Az első szerepedet 1999-ben a Dzsungel könyve című darabban kaptad, akkor még a Veszprémi Petőfi Színházról beszéltünk. Ez már egy meghatározó élmény volt-e, vagy ekkor még nem gondoltál komolyabban, hogy te színész leszel? Ekkor még nem gondoltam én erre komolyan, hogy nekem ez majd a hivatásom lesz a későbbi években. Ugye 99-ben volt egy válogatás a Dzsungel könyvére, és azt az általános iskolából mi nagyon sokan elmentünk, és akkor Krámer György tartotta a válogatást, ő volt ennek a darabnak a rendezője, és egy nagyon kemény napon voltunk túl, amikor kiderült, hogy engem beválogatott oda, mint kis Maugli, és itt már elkezdődött nyilván egy szerelem a színház felé, egy másfajta nevelést is kaptam. Én otthonról is nagyon, nagyon erős nevelést hozok, de a színházban egy másfajta nevelést kaptam, amire én nagyon-nagyon fogékony voltam, a fegyelmezettségre, a hierarchiára, hogy milyen szabályokat kell betartani. Én ezt nagyon élveztem gyerekként is. Itt kezdődött az alázat. Igen. És még azt is el kell mondanom, hogy én azt is egy gyönyörű útnak tartom, ugye, hogy 1999-ben kezdtem ezt az egész pályát, ha lehet így mondani. Krámer György rendezte Dzsungelkönyve darabban, amikor Vándorfi László volt a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, és ez a hármas kapcsolat, ez szinte mai napig kitart. Ugyan a Pannonvár Színházban is ugye Krámer Györggyel dolgoztam, ugye ő volt a színház fő koreográfusa nyugdíjba vonulása előtt, és hát természetesen Vándorfi Lászlóval is. Tehát én nekik például rettenetesen hálás vagyok, mert azt gondolom, hogy amit belőlem a néző lát a színpadon, azt én a Vándorfi Lászlótól és a Krámer Györgytől tanultam meg. És én erre nagyon büszke vagyok. Mind a ketten a 100%-os pontosságra tanítottak. Így tehát a színpad mellett kötelezted el magad, és jöttek az olyan emlékezetes szerepek, mint például, és tényleg a teljesség igénye nélkül, a Hamlet, Raskolnikov a Bűn és bűnhődésből, Charlie Gordon a Virágot Algernonnak című darabban, vagy éppenséggel el a Bunker rajzolóban. Igen. Mi lenne az a karakter, amit még megemlítenél, mert fontos? Számomra mi egy nagyon meghatározó szerep volt, hiszen a színész egy vizsgámat azzal a szereppel csináltam, az a Kőszívő ember fiaiban Baradlai Jenő alakja, és azért is emlékezetes számomra az a szerep, mert itt Kubik Anna volt az édesanyám, Kubik Annával játszhattam egy színpadon, és az akkor hatalmas megtiszteltetés volt nekem. És a Lacinak erre is van, vagy a Vándorfi Lászlónak erre is van hihetetlen szeme, nem tudom, egy ilyen harmadik szem ott a homloka közepén, hogy csak és kizárólag olyan emberekkel dolgozik, akik teljesen átadják magukat a próbának, átadják magukat az előadásnak. Nincsen semmiféle allűrjük, és nagyon sokat lehet tőlük tanulni. És például Kubik Anna egy ilyen partner volt nekem a Kőszívű ember fiaiba. És szerintem én még a mai napig ott ülök, hogy csináltuk az első felvonás utolsó jelenetét, amikor a Baradlainé eljön a Jenőér, és azt mondja, hogy akkor én most viszlek haza, megmentelek. És az Anna próbálta a jelenetet. Nekem egy-két mondatom volt közben, ugye neki voltak ilyen nagy monológiai, és Anna így eldobja az agyát, csinálja a jelenetet, amúgy Ludbör volt a próba, és letérdel elém, megfogja a kezemet, majd egyszer csak megáll a monológba, felnéz rám, és megkérdezi tőlem, hogy neked ez így jó, kényelmes, és mondom, hát Anna, persze, most mit köpni nyelni nem tudok. Illetve még az Equus szeretném megemlíteni, az első
olyan darab, ahol egy ilyen deviáns személyiséget kellett megalkotnom, ott pedig Blaskó Péter volt a partnerem, akivel szintén csodálatos volt a közös munka. Mi a története a rendezővé válásodnak? Végig ott volt benned, hogy ebben is meg kell magad próbálnod, vagy másképpen jött az ötlet, milyen volt a folyamat? Ez teljesen másképp jött. 2015-ről beszélünk, és fölhívott telefonon a Laci, hogy szeretné, hogyha jövő évadban bemutatnák az Egy bolond század csinál című bohózatot. És hogy odaadná nekem a szövegkönyvét, hogy előre olvassam el. És akkor mondtam, hogy persze. Megkaptam a szövegkönyvet, elolvastam, és utána megint felhívott telefonon, hogy elolvastam-e a darabot, és mondtam, hogy persze. Én megmondom őszintén, naivan azt hittem, hogy valami szerepet esetleg szán nekem benne, azért legyek tisztában a darabban, mielőtt nekiállunk próbálni. És akkor mondta a telefonba, hogy szeretném, hogyha ezt te rendeznéd. És akkor először nem tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány. Hát ennek nem is volt semmi előjele? Nem beszélgettetek hasonlókról? Nem mondogattad, hogy hát igazgató úr, Semmi. Ha jól emlékszem, kértem egy napos gondolkodási időt, de talán még azt sem vártam meg, és azt mondtam, hogy ugorjunk neki, persze. És az volt még a másik ebben a történetben, hogy amikor azt mondta, hogy jó, akkor te rendezed, de hogy akkor mit szólnál, hogyha mondjuk a koreográfiát is te csinálnád. Hát ugye én nem vagyok se rendező, se koreográfus, de természetesen ezt is egy feladatnak gondoltam, és azt mondtam, hogy ide nekem az oroszlánt is, hát miért ne? Csináljuk. És az, hogy én rendezek, az 2015 óta datálódik az Egy bolond század csinállal. Ezzel szerint nem is tudtál talán arról, amiről az igazgató úr tudott, hogy neked meg kell ezt próbálni, mert aztán bevált ez a gondolat. Igen, hál' Istennek. Azóta elég sokat, elég sokat rendezel. Igen. Hát azóta minden évadban minimum egyet. Hát valószínű látta bennem azt a hosszú évek alatt, hogy én dolgozom, hogy én hogy létezem, esetleg a próbám milyen gondolataim vannak egy-egy helyzetről színészként, és lehet, hogy azt gondolta, hogy jó, persze nyilván nem egy Shakespeare-rel kell kezdeni, hanem az Egy bolond század csinál, ez szerintem egy tökéletes indulás volt egy rendezésnek. Vagy mondjuk én a Boeing-et is ide sorolom, megmondom őszintén, mert a Boeing-ben a Hamvai Kornél fordította, és ő mindig egy olyan szövegkönyvet csinál a magyar fordításba, ami gyakorlatilag egy kotta. Tehát ott le van írva a szövegkönyvben, az instrukciókba, hogy mikor, hol, melyik ajtó nyílik. Tehát ő leír egy pontos koreográfiát. És kvázi, ahogy te is említetted még korábban, hogy van, hogy elkezdi magát rendezni a darab. Viszont kell egy nagyon erős karmester, aki ezeket látja, aki viszont a tempóját, aki a ritmusát kordában tudja tartani. És én például mindig így tekintek magamra, hogy én sosem tekintek magamra rendezőként, hiszen nem vagyok az. Viszont mert tényleg töltöttem annyi időt a szakmában, hogy már vannak bizonyos látásmódjaim, tudok kifejezni egyes dolgokat úgy, ahogy azt én szeretném látni a színpadon, a színészektől, és ez baromi jó érzés, és nagyon izgalmas munka. Azt nem mondom, hogy át fogok avanzsálni, hogy én majd csak rendezőként fog dolgozni, nem, hiszen én színész vagyok, és én igazából 100%-ig felszabadultan akkor érzem jól magam igazán, hogyha én a színpadon vagyok. Viszont ez egy nagyon izgalmas kirándulás, én azt gondolom. És egy nagyon jó lehetőség. Milyen a rendezői attitűdöd? Ismerünk szigorú, ismerünk lazább, ismerünk tomboló rendezőket. Te hova tartozol? Én mindegyikhez. Mind a három egyszerre. Nagyon rossz vagyok. Nem. Kérdezd meg a kollégáimat, utálnak ilyenkor, amikor én rendezek, mert elviselhetetlen vagyok. Nem, úgy nem. A viccet félretéve nem. Én egy rendkívül nyugodt és türelmes rendező vagyok, és nálam úgy szokott működni, hogy kezdünk próbálni egy darabot, és nézzünk egy jelenetet, akkor én úgy igazából csak úgy nagyjából felvázolom, hogy mi a szitu, mire fusson ki, és akkor nézzük. Tehát én hagyom azt, hogy a színész a jelenetben ki tudjon bontakozni, próbáljon ki 650 féle dolgot, és utána majd akkor kiválasztjuk, hogy melyik a helyes út. Én szerintem jó fejrendező vagyok. Én ezt el is hiszem amúgy. És ha már a rendezés, én mint laikus, meg kívülálló, amikor egy ilyen esettel találkozom, hogy egy ennyire fiatal ember kap karmesteri pálcát a színházban, és ott vannak tanult, gyakorlott, régi, tapasztalt színészek is.
nem vetődik fel soha, hogy hát azért én ezt jobban tudnám ám, kedves rendező úr, részükről. Tehát nincsenek ilyen feszültségek ilyenkor? Nincsenek, vagy legalábbis nem mondják a szemembe. Nem tudsz róla. Vagy legalábbis nem tudok róla, igen. De ezt azért lehetne érezni a viselkedésen. Hogyne, persze. Tehát ez nagyon jó, amit felhoztál, hogy én ott vagyok fiatalként, és mondjuk a pályán már nálam azért több ideje ott levő embereket kell, hogy úgymond rendezzek. Ez például először ennek a felelősségét, úgy Isten igazából a jövőre veled ugyanittnél éreztem, amit szintén én rendeztem, 2017 körül, azt hiszem, ahol is Pap Líviát és Kosztisák Andrást kellett tényleg nagyon idézőjelben rendeznem, és ott azért, megmondom őszintén, mielőtt nekiálltunk a próbaidőszaknak, akkor, amikor ugye az ember végig gondolja, hogy mondjuk 99-ben én kis Maugli voltam 11 évesen, akkor a Pap Livi Bagira volt, fölnéztem rá, mert egy nagyon jó színésznőnek tartom mind a mai napig, és vagy a Kosztsi, akivel, ha jól tudom, a 2000-es évek elején dolgoztam először, és mondjuk a Pinokkióban, amikor én voltam Kanóc, a Pinokkió barátja, ugye, akit a játék ott a játék országban ugye fölszed, meg megismerkedik, akkor ugye ott a Kosztsi volt a macska abban a darabban, és ott még szintén gyerek voltam, tudod, és amikor végig gondolom azt, hogy azokat az embereket fogom én most rendezni, akikkel én gyerekként úgy voltam együtt színpadon, hogy ők már érett színészek voltak. És ennek hatalmas a felelőssége szerintem. Viszont ez meg az ő intelligenciájukból és szakmai rátermettségükből adódik, hogy ezt viszont ők is tudták, hogy mi a játékszabály. Hogy nem érdekel, hogy te ennyivel vagy fiatalabb nálunk, az a szabály, hogy mi ezt a darabot színpadra állítjuk, mi vagyunk a színészek, te pedig a rendező. És ebből egy percig nem volt probléma, konfliktus, semmi. Ezek a dolgok nagyon simulékonyan működtek, és például ezért volt nagyon jó újra dolgozni velük a Szívhígyai kapcsán az elmúlt évadban. Az is egy csodálatos munka volt velük. Példaképek? Színész példakép, rendezői példakép. Kiket tudnál megemlíteni? Nekem úgy igazán nagy-nagy példaképeim sosem voltak. Tehát, hogy nekem nem volt sosem olyanom, hogy én úgy szeretnék működni, mint az XY, mint az a színész, vagy mint az a rendező. Nekem ezek ilyen időszakos dolgok, hogy éppen kiben mi fog meg. Nagy állandó példaképem sosincs, és szerintem sose lesz, úgy, ahogy szerepálmom se. Azom sincs, és azom sem volt, és azom sem lesz soha. Szerintem az egyik darabnál, amit talán rendeztél, beszélgettünk előtte, és mondtad, hogy te szándékosan nem nézed meg a darabokat más rendezőtől, nem akarsz semmiféle befolyásolást. Igen. Én például, érezni. Igen, de például, hogyha van egy adott darabnak filmváltozata, vagy mondjuk a filmből készül egy színházi darab, akkor sem nézem meg. Lehet, hogy már láttam korábban, lásd Szívhígyai. De gyorsan elfelejted. Igen, gyorsan kitörlöm, igen. Azért, mert szerintem az tudat alatt biztos, hogy befolyásolná a munkát. Például a Kőszívű emberfiai kapcsán is ez volt, hogy ugye láttuk még annó még a gyerekként, mert még az iskolában is lejátszották nekünk, amikor kötelező olvasmány volt a filmet, és hogy Tordi Géza, nagyon jól tudtam, hogy ő játszotta Jenőt. Hál' Istennek halványabban élt bennem, és akkor mindig mondták, hogy akkor nézd meg a filmet, és akkor tudod, hogy lehet majd hozzányúlni, és nem akarom megnézni, mert Szelle Dávid akar Baradlai Jenő lenni, és Szelle Dávid nem a Tordi Géza által megformált Baradlai Jenőt szeretné színpadra vinni, hanem a saját. Bár az sem volt rossz. Az sem volt rossz, persze, de az a Tordi Géza. Az a Tordi Géza. És utánozni meg nem is lehet Tordi Gézát. Egy kicsit lehet, hogy kellemetlenebb témára térek, de nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem meg, tapasztaltál-e valamilyen fanyalgást a szakma, vagy a közönség, vagy a közvélemény részéről, hogy bár nagyon sokat képezted magad, de nem szereztél felsőfokú színművészeti végzettséget. Egyáltalán bánod-e, hogy így alakult? Nem, megmondom őszintén, nem bánom. Ezért nem szereztél a végzettséget. Tudtad előre. Egy-két éve azért megfordult a fejemben, hogy de ezt mindenki el szokott játszani ezzel a gondolattal, hogy mi lett volna, ha én megpróbálom a színművészetit annak idején. De pont akkor kezdett olyan lehetőségek kinyílni a Pannonmár Színháznál. A Laci, még emlékszem, még családlátogatásra is eljött, amikor az érettségi évében álltam, és akkor ott édesanyámmal
a Lacival leültünk az étkezőasztalhoz, és ugye elmondta a Laci, hogy mit lát bennem, és hogy ő engem szeretne foglalkoztatni, hogy akkor még volt a Színész 2, illetve Színész 1 vizsgáknak a lehetőség, amit a Magyar Színészkamarán keresztül lehetett megcsinálni, a maszkon keresztül, és édesanyám válaszára is nagyon emlékszem, mert amikor elmondott mindent szépet és jót a Laci, és várta anyutól a nagy, ó persze, hát hogy ne, köszönjük, és akkor anyu erre azt mondta, hogy azt csinál a fiam, amit akar. Ha ő szeretné, akkor igen, ha nem, akkor meg nem. De hogy ő ebben nem fog beleszólni. A képzések. Színész 2, Színész 1. Jól mondom a sorrendet? Igen, Színész 2, Színész 1. Ennek mi a lényege? Ennek az volt a lényege, sajnos azt hiszem, hogy ezek már nem működnek, vagy nem olyan végzettséget adnak, mint annak idején. Tehát mi azt hiszem, hogy az utolsók között voltunk 2019-ben, akik még úgy tudták megszerezni a Színész 1-et. Ugye ennek az volt a lényege, pontosan azért, hogy nem volt feltétel a pályán maradáshoz, vagy éppen, hogy elindulj a pályán annak, hogy te elvégezd a színművészetit. Hanem ugye a Magyar Színházi Kamara ugye a Magyar Színházon keresztül működött, és lehetőséget adott színházban dolgozó fiataloknak arra, hogy megmérettessék magukat vizsgán. És az ugye úgy nézett ki, mondjuk egy Színész 2 vizsga, amit azt még nem volt muszáj főszereppel csinálni, a Színész 2-t, hanem egy olyan, hogyha volt egy olyan darab, amiben olyan karaktert alakítottál, ami azért dramaturgiailag fontos a darab szempontjából, akkor le kellett hívni a Magyar Színészkamarát, és Kovács Gábor Dénes volt az elnökük, tehát ő minden egyes ilyen gyakorlati vizsgára jött, és abból állt a gyakorlati vizsga, hogy ők ezt a darabot megnézték. Ruboldödön is jött le, Pálos Zsuzsa is, tehát azért elég nagy nevek néztek minket annak idején ezeken a vizsgákon. És ugye megtörtént a darab, megnézték, és utána volt velük egy beszélgetés a darab után, és ők szépen elmondták, hogy kedves Dávid, alkalmas vagy-e te erre a pályára, vagy nem vagy alkalmas, vagy hogy egy picit még gyúrd, vagy hogy még teljen el egy-két év. És akkor hál' Istennek a Színész 2 gyakorlati vizsgámon azt mondták, hogy ez megfelelő volt, és utána lehetett jelentkezni a szóbeli vizsgára, ami 50 tételből állt, és föl kellett menni a Pesti Magyar Színházba vizsgázni. És miután már ezt is sikeresen abszolváltam, el kellett telnie minimum 2 évnek, hogy a Színész 1 képesítést is megszerezhesse az ember, ami ugye nekünk azt mondták, hogy ez egy felsőfokú képzettség, nyilván nem tud kiváltani egy diploma értéket, de már majdnem azonos a diploma értékével, tehát hogy ezt igazából már nem fogják nézni sehol, hogy neked Színész 1-ed van, vagy színművészeti diplomád. Viszont a Színész 1 vizsgát az csak és kizárólag főszereppel lehetett csinálni, és én akkor a Kőszívű ember fiaival jelentkeztem a gyakorlati vizsgára. Azt hiszem Pétfürdőn játszottuk a művelődési házban az előadást, oda jött le a színészkamara, szintén megvolt a beszélgetés, és hál' Istennek, mert ugye ilyenkor azt is nézik, hogy a Színész 2-höz képest mennyire fejlődtél. Mert hogyha nem fejlődtél, ugyanazon a szinten vagy, ne adj Isten, visszább is léptél, akkor azt fogják mondani, hogy érvénytelen a vizsga, kérjük jelentkezzél jövőre, vagy 2 év múlva, vagy 3 év múlva, de hála Istennek azt az akadályt is sikeresen vettem, és ugyanúgy jelentkezni kellett az elméleti vizsgáról, már egy szakdolgozatot is kellett írni, és ezt meg is kellett védeni. Úgyhogy én ezeket a kis stációkat bejártam. Tehát, hogy én még az eredeti kérdésedre visszatérve azért nem bántam meg, hogy nem jelentkeztem a színművészetire, mert igaz, hogy rögösebb úton, viszont színházi berkeken belül tanultam meg a szakmát. És azt gondolom, hogy én nem vagyok semmivel sem kevesebb annál, mint aki mondjuk elvégez egy színművészetit. Jó, nyilván handicappel indulok egy-két helyen, persze, de én ennek nem éreztem hátrányát sosem. Ez így van rendjén. 3 villámkérdés következik. Mi a véleményed Veszprém érhetőségéről? Tehát most kicsit eltávolodunk a színháztól. Mit gondolsz erről? Én Veszprémre mindig is szerelmemként tekintek, hiszen itt születtem, itt nőttem fel, és itt élek már lassan 35 éve. Én rendkívül, engem az vonz Veszprémben,
pont jókor mondom, mert most utcazene is van, meg mindenféle programok, hogy csendes. És én ehhez már annyira hozzászoktam, és mindig szokták mondani, akik mondjuk Pestről vagy másik városból jönnek, hogy hát, hogy oda se lehet menni, ide se lehet menni, itt nincsen semmi, amúgy jöjjenek nyáron, mert itt aztán akkor rogyásig van minden. Meg az EKFV-ben, igen. De én tényleg ezt egy kis ékszerdoboznak tartom, ezt a Veszprémet, és én nagyon szeretem, és szerintem gyönyörű, az egyik leggyönyörűbb város Magyarországon. Tagadhatatlan. Mit gondolsz a város közlekedéséről? Kicsit bonyolultabb téma. Hát én tömegközlekedéssel járok, V-busszal, aminek nagyon örülök, pláne ilyen konyáron, hogy nagyon jól megy rajtuk a légkondicionáló, mert ugye abban is nagyon sokáig hiányt szenvedtünk a veszprémi helyi járatokon, és én egy légkondicionált helyi járati busz miatt én már nagyon hálás vagyok, de nekem nincs problémám a közlekedéssel ilyen szempontból. Hát arról meg nem is beszélve, hogy szép és gyönyörű város, viszont kicsi, úgyhogy Veszprémben belül nincsenek távolságok, akár még gyalog sem. Viszont csak a szintkülönbségek durvák. Azt kicsit megtréfálja az ember izmait. És végül milyennek találod Veszprém kulturális életét? Egyedülállónak, én azt gondolom. Pláne most így az EKFV-ben, hogy tényleg minden sarkon programokba lehet botlani, és szerintem mindenféle ízlésű ember tud magának csemegézni. Említettük már, hogy a 3 színházunk is van. És akinek éppen az egyik fajta műfajra van igénye, akkor oda tud menni. Ha valami mást akar nézni, akkor oda tud menni. És szerintem ez nagyon egyedülálló, hogy ennyi a pesgés ebben a városban. És szerintem amúgy ez nem csak az EKFV-ben van így. Itt most nyilván egy kicsit hatványozottabb, persze, hiszen ez egy nagyon jó feladat, hogy megmutassuk, hogy kultúra terén mi mit tudunk képviselni, de én azt gondolom, hogy előtte is, és utána is, előtte is így volt, és utána is így lesz. Sőt, utána még inkább azért sok mindent tanult a város ebből az EKF-ből. Persze. Nem lesz annyi forrás rá, de nagyon sokszor kis forrásból is csodálkozni hogy lehet. Én nagyon drukkolok emiatt, hogy ez maradjon legalább ennyire pezsgő, hanem pezsgőbb, mint idén mondjuk. A beszélgetés elején említett közönségdíj átvételére elkísérte Szelle Dávidot Vándorfi László, a Pannonvár Színház igazgatója, aki elmondta, Szelle Dávid a társulat kovásza, közösségi ereje, mindenkire jó hatással van. Talán minden színház szerető nevében nyugodtan mondhatom, biztosan sok szép szerepre, rendezésre készteti a tehetsége még Dávidot, akinek köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. Ez volt a Veol Podcast Pódium Komanicki Zoltánnal. Hamarosan érkezik egy újabb beszélgetés, de addig is válasz egyet a korábbi interjúk közül, amely elgondolkodtat, példát mutat, vagy csak felhőtlenül kikapcsol.